Fiú személyi igazolványát az első randevú Melanie Varga Márk kedvese, mivel az akkor 24 éves fiatal nő nem hitt el, hogy Márk még csak 18 éves. A korkülönbség nem állt a szerelmük útjába, ma már 6 éve boldogan élnek együtt, két gyermekük is született. De Nyári Darinka és Kisernő Zsolt sem törődtek a sztereotípiákkal, náluk 3,5 év a korkülönbség Darinka javára. Utána jártunk, hogy miért vonzódnak a férfiak az idősebb nőkhöz. GVM és szerelme Melanie éppen megismerkedésük első óráiról nosztalgiáznak, a rapper és párja között 6 év a korkülönbség Melanie javára, Varga Márk 18, Melanie pedig 24 éves volt akkor, amikor egymásba szerettek, de az éveik száma sosem okozott nekik problémát. Én 24 voltam, én már az egyetemet fejeztem be. Én meg 18 voltam, de... akkor már rég meg volt a 8 osztály. És elkértem, emlékszem, a személyigazolványát, mondtam, nem hiszem el, hogy te 18 éves vagy. Mutasd meg, azt hittem, hogy viccelődik, és tényleg. Melanit egyáltalán nem zavarta az a tény, hogy egyetemistaként beleszeretett egy tinédzserbe, hiszen GVM akkor már befutott sztár volt, érettebb volt a koránál, és túl volt már rengeteg mindenen, hiszen 14 éves kora óta egyedül élt, és rapperként kereste a kenyerét. Engem nem zavar egyáltalán, csak abszolút meglepett, hogy van olyan 18 éves, aki így gondolkodik, akinek itt tart az élete, hogy ő komolyan. Ő az első perctől kezdve családot szeretett volna. Én ezt mindig meglepődötten hallottam, hogy valaki ilyen komolyan gondolkodik, vagy veszi a munkáját, az életét, a jövőjét. A szerelmesek nem sokkal később, ahogy ők mondják, összebútoroztak, azóta pedig megszületett kislányuk Melanie és fiúk Márk, és bár hivatalos mennyegzőre még nem került sor, házastársaknak tartják egymást az első pillanattól kezdve. Nálunk, így romáknál, azért azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan kulturális dolgok, hogy például, hogyha már együtt él egy fiú és egy lány, onnantól kezdve, hogy közös háztartás van, és még az plusz, hogy közös gyermekük születik onnantól kezdve. Szerintem legalábbis én ilyen klasszikus mentalitású gyerek vagyok. Onnantól számítva az már feleség és fér. Bármennyire is furcsának tűnhet, a zord külső bizony érző szívet takar. GVM azt mondja, világ életében arra vágyott, hogy fiatalon legyen apuka. Melanie számára sem volt kérdés, hogy a nála 6 évvel fiatalabb rapper mellett képzeli el a jövőt. Én nagyon tudok szeretni, és ha nagyon sok szeretetet kapok, akkor is szeretethiányos vagyok. Szóval hogy engem nagyon ez a szeretet burok, ami körülvesz, erre nekem szükségem volt. A család része az innen fakad, a karrier az pedig onnan, hogy ő ugye 8 osztályon van. Szóval hogy én nagyon akartam azt, hogy már pedig én meg önmagamnak bizonyítsam azt, hogy meg tudtam csinálni.